Ismét útjára indul a labda Székesfehérváron a két ünnep között, hogy aztán három teljes napig meg se álljon. Immár 23. alkalommal szervezi meg a Mindig Vár non stop ünnepi Fehérvári futballfesztiválta a Videoton FCE baráti kör az önkormányzat támogatásával. Juhász László az esemény főszervezője kiemelte, hogy a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan ismét számos remek mérkőzést láthatnak a futball sportbarátok a négynapos program során december 27-én a 16, minimum 16 csapatos amatőrkupa, hiszen már ennyien jelentkeztek, itt inkább azon gondolkozunk, hogy esetleg be tudjunk még engedni többet. Aztán másnap 28-án van egy erbi, videóton szurkoli kupa, ahol az RBD a fele csapatot az RBD ezek a másik felét a másik szurkoli csoportosulások. Majd itt lesz az út 11 es és a női kupa is megrendezésre, erre a napon kerül. December 29-én a profi kupa csoportmérkőzései következnek a délutáni egyenesági fordulókkal együtt, egy nappal később pedig az öreg fiú kupa meccseivel folytatódik a program. Program, valamint két gálamérkőzés is színesíti a napot, ahol korábbi profi játékosokkal is találkozhat a közönség. Östör Anna Mária egészségügyi sport és társadalmi fenntarthatósági tanácsnok a város sport életének szempontjából is kiemelkedő jelentőségűnek nevezte a szervezést, amelyen kísérő eseményként egy különleges programon is részt lehet venni. A kísérő programnak pedig, hogy a hölgyek is egy fix, programot tudjanak maguknak, jogaoktatást fogunk szervezni. A hölgyeknek szóló program mindenki számára elérhető lesz, aki érdeklődik ezen mozgásforma iránt. A futballfesztivál szervezői pedig mindenkit szeretettel várnak december 27-től 30-áig, szerdán csütörtökön pénteken és szombaton reggel 9-től egészen este 9 óráig a Székesfehérvári Vokcsarnokban.